Ide behordják a dízelt valamiért. Értette ezt? Hát lehet, hogyha kell a hajónak, akkor pluszba már ott lesz, nem? A hajó fullon van. Nem, azért hordják be oda, mert a raktára fullon van az üzemanyagnak. Jöhet. 75 üzemanyagot lehet egyszerre, raktározás szerint. Elküldjük és amit a hajót. Termel, azt behordja oda. Áj, kutatunk. Azt mondja, hogy kapitány irodája, hogy a szaporulatot le tudjuk állítani ediktekkel. Aztán logisztikai vezérlés, hogy ki tudjuk adni, ha akarjuk. Aha. A nagy markoló végre kutatható. A jobb utószalag, a nagyobb raktár. És a, hát a recycling egyelőre nem kell, de berakjuk kutatni. Jobb favágó, jobb üzemanyagállomás. Mindent be kell rakni, ami kettes. Szulfur, copper, water recovery, ez mit tud? Ah, ez lenne az, ami a gőzt vízé alakítja vissza. Aha. Nem is tudtam, hogy van ilyen benne, jó? Csak hogy legyen kutatás kiadva, mert az ne álljon. Persze, persze. Haladjon a kutatás kellőképpen. Dámpolásra adták ki nagyot, vagy az csak addig fogja csinálni, megcsinálja azt a sarkot és kész. Megnézem, hogy itt lehet, hogy ezért az a baj, hogy kijebb kell jöjjenek ahhoz, hogy egy rámpa elférjen. Egy ilyen lejárót kell csinálni megint majd. Ship in bottle. Jó, hát most visszajön és megint megeszi a vaslapot. A kettes építőanyag az, ami karcsú. Ami azért karcsú, mert áramkör. Azt ne csináld. Jó van, nem. Csinálja. Az ennyivel csináljuk és kész. Jó, hát készülgetnek, mert itt már azért úgy látom, hogy az acélöntögetése az elindul. Megy a scrap fogyás is. Kapitány irodája. Captain's Office. 150 minden... Aha, jó. Még egy kicsit várunk ezzel. Várjál vele, jobb haját. Megépült a lakóház közben, szóval. Jó, 21 hát... populáció jött bele. Igen, és még 40 lehet. Tehát ezzel ez a baj, hogy... Jó, kicsit kifogyott a raktárból az izé, dugattyú van benne. Jó. Még csinálunk egy pár ilyen autót, mert azt írja, hogy nagyon elfoglalt a szállítmányozási rendszerünk. A dámpolásról nem kell húznod ki, Pala? Nem, mert a rámpa is dámp. Aha, ja, értem, oké, csak kérdeztem.
Azt meg nem is építik nagyon. Pedig az fog felpörögni, csak igazán, azt pikpak meg fogják csinálni. De gondolom addig, míg a másikat be nem fejezik ott. Gondolom, igen, és valami. És mit csinálsz, hogy egyelőre törlöd ott a dámpolást ott a sarkon, ott a kikötőnél? Egyelőre kitörlöd, ami meg van adva, és akkor rögtön odafókuszálnak a de másikra. Igazából nem egy SOS, hogy ez a terület megnyíljon. Tehát, hát azért... Tehát a fát le kell írtani. Faírtás. Itt. Adhatsz el megint fát. Tele van a raktár ezen. Jaj, de jó. Várj, a másik településen mit lehet bizniszelni? Pillanat. Eladtam a fát. Uh-huh. A másik településen... Ja, ott meg építőanyag alapú minden, vagy gumiból fát. De buziság. Meg cementért, szenet, meg ilyenek. Aha. Ja, hogyne, hogyne. Most mehet a faírtás. Szó szerint a fa írtását végezzük. Igazából az van, hogy ha ledámpolják itt magukat, írtunk ki egy adag fát, építünk egy jó kikötőt, és ott hozzuk be a fát meg a szenet. Uh-huh. Hát lesz akkor... mit leírtani ott a jobb szélén, hogy a látom, abban az egész sávban majd le lehet írtani végig a vízig, nem? Ja, hát a faírtás az még mehet. Tehát azért mondom, hogy egyelőre sok a fa, útban van a fa. Amíg útban van a fa, addig izé van. Viszont úgy látom, hogy az acél öntögetése elkezdődött. Miért álltunk meg? Missing input, oxigén. Ennek meg van, nem vezette tovább, egyem az uzádat, te gyökér. Nem örök együtt érez? Egy blokkal kell odébb tennem, vagy kellene. De nem tudom. Mondd meg! Hát ez szopornyica. Ja, mert ott van neki ez a szar. A sportpuff, nem? Auspuff, vagy mi az? Le. Nem, mintha nem az, az nem lenne a része, de mindegy. Nem jó, az se. Nem tudja leverni, mert anyag van benne. De rossz. Na végre. Tehát kell még egy szó, mielőtt mennél.
Milyen jó is az, hogy ide a bányászati overlaid-be, bassza. Ah, olyan cukkancs. Okay. Arra is kell egy Sport Auspuff. És bele kell vezetni a oxigént. Csak összejön már. Meg a gépet a folyékony genyóval, nem? Na, kezdődik az áramhiány. Igen. Na, ha bepirosodik már. És akkor amit leraktál gépet, azt még közd össze azzal a másik kiöntővel, nem? De elvileg megvan. Ja, jó. Oké. Okay. Csekkolom, de elvileg megvan. Oké. Okay. Az. Na végre. Jó, az acél sütése oké. Hát most egyébként kell helyreállni minden. Cement fogyott el. Kár, nem lehet fire cementet venni, mert a fa megint feltel lett. Nem baj, lesz belőle a beton, nem? A beton is tény jó nekünk. Csak nem engedi. A végtelenségig nem engedi. Hát gondolom majd csak akkor, hogyha a reputációt föltolod kettes szintre a várossal, nem? Most adjak, a donételéssel. Nem adok én, jó, de nem adok neki most építőanyagot. Ja. Nézem a dumpingnál, hogy lassan eljutunk oda, hogy... Nem csinálják. Csinálják azt. Azért itt a fát már lepucolt a jó része. Most nézem, hogy a fa szedői. Aha, már nincs mit dolgozniuk. Uh-huh. Hát majd itt ezeket is leszedhetik, nem? Nyilván. Na most már van. Mivel vannak rámpák, a rámpákon tudnak csak átmenni ezek a... Ezek nem tudnak a csövek alatt átmenni. Uh-huh. Ezek kellenek a rámpák, hogy ide-oda tudjanak menni. Időnként kénytelenek vagyunk rámpát építeni, a teherautók még ellennének. Aha. Jó, azért visszegetjük ki belőle, lassan eltűnik ez itt. Uh-huh. És jó, egy kikötőt most már össze kell hozni. Ami mit fog hozni? Szenet. Hm? Mit fog hozni? Hát kb. Mindent is. Tudod? Uh-huh. De mivel a fával nem tudsz nagyon mit csinálni most, mert nem nagyon engedi eladogatni. Egy megoldás van rá. Igen. Szénégetőd. Tök mindegy, az nem kér áramot, nem én úgy tudom. Ja, nem az áram. Már az áram meg kezd normalizálódni. Itt a de hajó... mondom, hogyha megint feltel lett a fal, látod? Ja.
És akkor szénégetőket lecsapsz, aztán azok is termelik addig pluszba a szenet, nem? És a szén az beüzemanyaggá. Na. De tudunk iron scrap-et is venni belőle. A Na. fából, tehát, hogy... De nem baj, ha az üzemanyagból is lesz egy kis tartalék, nem? Eladtam egy kis szenet. Nem túl meglepő módon a kikötő már működik, és akkor az piros, piros építőanyag. Most már viszont úgy érzem, hogy rá lehet feküdni, miközben oda elmegyünk pofoszkodni. A piros építőanyagnál, hát ezt nem hiszem, mert már megint tele vagyunk fával. Ezt mondom, hogy rakjál le szénégetőt, aztán termelik a szenet. Onnan az anyjukból van ennyi fa. Hát annyi. És gondolom, hogy akkor megnyílik az a másik szakasz, azt megint le kell pucolni, az megint csak fa lesz. Egy pár szénégető hadd csinálja a szenet pluszban, nem? Az a Azzal baj, hogy a tudsz szenet is kereskedni. inkább jobb lenne, ha bányásznák a szenet, azért, mert hogy az a terület is kell, érted? Tehát a szén meg a fa útban van. Csak ebben a városban már csak építőanyagot vesznek, meg szenet adnak érte, ami egy ilyen nagyon nem... Nem kóserja. Nem tudja hova dumpolni a termékeket, azt mondja. Hát de mi? Ott a dump. Ott. De azt nem fogadja el, mert az a körön kívül van, a kockán kívül van. De nem, a dumpot azt nem is kell, hogy a kockán belül használja. Csak nem tud, mert érted, a szerintem fal, nézd, a falnak van egy nem, a terem, bányászat befejezte a feladatát. A bánya fejezte be a feladatát, látod? Na, akkor add neki ki továbban még nagyobbat. Aztán sikra húzhatják az egészet. Széjjel vertük a pirosakat. Ja. Megint hozott embert. Egyem az uzáját, hogy az állandóan embereket hoz. Jó, akkor foglalkozzunk egy kicsit a lakossággal, mert homeless-eink vannak. Négy darab, nem? Ja, nem. De négy. Négy darab jelenleg, de tudjuk, hogy ez mennyi idő alatt lesz, milyen... Van most úgyis sárga építőanyag, mindjárt fölrántják az... Már nincs, felszívják korba. Ennyi. Hol lehet olyat kapni? Azt nem tudom egyébként, tehát a Bolíviába. Ja, de már meg is épült a lakóház, szóval már nincs hajléktalanod. Így van. Ó, meg elkészült a large vehicle. Igen. Csak a kettes építőanyagokkal van bajunk. Márhogy nem nagyon van semmi. És... Hát mert most megépíti majd még a két putri lakótelepet, az még vagy 320 sárga építőanyag. Nem értem, hogy miért nem építi itt nekem a rámpámat. Hát én nem tudom, mert nem tudod a fő menni. Mert ez látod, az nem egy szinten vannak. Várjál, így. Hatos szinten van, úgy már megfogja. Jó, hát... Látod, egy szint különbség volt, és akkor már nem tud mit csinálni. Mit Nyilván... tehet a sejt, aki mit se sejt, nem? Így van.
Mindegy, megcsinálják, az a lényeg. És ott dózerolunk újabb ipari zónákat magunknak, ha minden jól megy. Yes. Mert ez itt átjárónak jó, de ipari zónának még karcsú. Ja. Na jó. Azt mondja, hogy... Hogy készül a beton, kell hozzá limestone, meg szén, és abból lesz a cement keverőben. Aha. Na, azt mondja, hogy mi ennek a neve? Rotary kön, oké. Rotary kön. Rotary Craft. Rotary Craft, az. Oké. És akkor a bekes slime stone? Igen. Látom, nem kicsi betolod. Nem érdemes. Hát a építőanyaggyárat építek föl. Az meg ugye tehén száj. Az a múszáj. Hát, ha megint jó pihent vagy te is. Most kivételesen jót aludtam, kurva jót aludtam. Ja, ott a szén, ott a limestone, és akkor ezt el kell osztogatni. Meg fosztogatni. Nem jó. Aztán jön a szem. Bószem. Bószem, az. Ah, bassza meg. Milyen kis körforgalmakat épít ez a játék. Igen, rájöttem, hogy automatán megcsinálja a helyettem, nem nekem kell kitalálni. Portal spoof, vagy három. Oké, egyszer lesz a cement, ami jóval kisebb helyen elfér, hogyha így csináljuk. Aztán a cementből van a cement mixer, meg ez a, ha kell a daráló, kell egy crusher, aki szleget crushol. Oké. Kell a crusher. Nem fog ide elférni kettő. Rakom erre az oldalra. Slagből csinálsz, crushed slaget, úgyis az a mellékterméke minden sütésnek. Te leszel a slag raktár. Oké, és akkor ez slagből crushed slaget csinál. Akkor vannak a mixereink. Azt mondja, hogy betonkeverő 2-höz piros kell, majd később upgrade-eljük. Ebben majd vizet is kell hozni.
futószalagozunk. Nem U-shape-el, hanem flettel megy. Onnan. Igazából úgy kéne csinálni valahogy, hogy összegyűjtjük az összes cementet egy futószalagra. Utána így és utána meg elvesz. Egyszer. Aztán, ami kell még ebbe a szutyogba, az a slag. Meg a víz. És innen, ha elkezdem leosztani, igazából egyik kapott. Igen. Jó, és a vizet. Itt van víztöbletünk. Bőven. De nem kéne ebből elvenni, mi? De hát akkor is a tengerből kéne szívni a vizet. Nem? Nem tudom. Én nem tudom. Itt nincs ezen a víz, ezen a területen, gondolom, ahol ezt építetted. Hát, mégis van. Itt van, de el fog fogyni a talajvíz egy idő után, ha kiszívjuk. Hát akkor meg le kell raknod egy új ilyen vízből szívót, hogy az, arra rá tudsz kötni az elé, azt rá ki tud tudok, húzni eleget. Rá tudok kötni, és úgy akarom csinálni, hogy csinálok rá egy raktárat. És a raktárra rákötöm az egyirányú csövezést. Azért, hogy ezt külön kezelje. Hát jó. Azt szeretném, hogy ne legyen a bányászati területen átfutottatva a dolog. Ja. Most repül a kismadár. Hol? Mi? Mi van? Nem tudom, annyira összpontosítasz, bazd meg, azt nézem, hogy mit csinálsz. Annyira megállt benned, még a szar is láttam. Az a kurva kábelezés, nem? Hát, látod, hogy mi megy ott? Ez nem is kábelezés, nem tyúkbelezés, bazd meg. Jó, hagyom, hogy ezt most felépítsek, nem adok ki egyszerre többet. Erre ezt az Isten nyersanyag el fog menni. Kréta az egyet addig. Az. Ha már úgyis vötté. Te nap még elmentél, amikor este jutam, vagy most reggel? Tegnap. Ja nem, mert én keltettelek. Tegnap mentem, mert
Igen, tekeltettél, és utána még a budin ültem. Nem, ott nem ültél, aludtál, bazd meg, nem mindegy. Hát úgy. Hát De a nem sokára lényeg pelenkázva lesz, ő ne izgulj. igen. Szedünk a Buffalo bőrszék mellé egy ilyen jó kis WC széket, alatt egy vödör. Jaj, de jó lesz. Live közben ki se kell menet, se pisilni, se kakilni. Csak a live végén a vödröt kell lehúzni a WC-n. A tartalmát. Meg persze a szagot elviselni. Hát figyelj! Hát ha már a saját szagottól undorodsz, akkor milyen ember vagy? Ha a saját szarom szagától undorodok, na, az más. Hát a kézműves szakölt is csinálsz live-val, a csinálsz belőle szariglút. Nem kellene ebbe a szénbe belehordanotok a cuccot, gyerekek? Nem érzitek? Hát, mivel nem jó? Volt rá priózva a csúszkája, meg a limestone-nak se, így valószínű, hogy nem. Tényleg a limestone-t azt szedik? Ott szedik. Jaj, akkor jó. Csak lehet, hogy egy szar kevés hozzá, nem? Na most hát már egyre több limestone-t fogsz. Igen, ehhez már lehet, hogy két autót adok, na. Az előző játékban a limestone-nal nem volt gond. Ja, nem. Az volt az egyetlen, amivel nem volt gond. Jó, csak arra nem építettél most akkora gyárakat az előző játékban, mint most például a betonra. Dehogy nem, hát ugyanígy az építőanyaggyár az ugyanennyivel ment el, egy-két autóval. Nem, amit most a cementgyártó, most ezek a gyárat, amit leraksz, az nem volt ekkora. Kisebb volt, igen. Talán egy mixerrel kevesebbet raktam rá, vagy valami ilyesmi. Nem hiszem, hogy ez... Nem ezen fog múlni. Hamarabb elmegy az áram a lecsóba. Ja, mondjuk a fát se tudják takarítani, mert megint tele van fával a rohadt. Én mondtam, hogy rakjál egy-két ilyen széntüzelésű genyót, az kész, az áramot nem használ. Nem, van a következő akció, majd az lesz, hogy összeszerelő üzem egyes építőanyagra, és abba kell a fa. Tehát most a betont gyártottuk le, fa, meg a vaslap az ugye raktárból fog jönni, mert nyilván nem fogom ide csövezni. Tehát, hogy itt lerakunk, azt mondja, hogy Unit Storage 2. A piros a kimenő oldal, mindig elfelejtem. Ide lerakunk egy raktárat, azt mondja, hogy ez lesz a nincs export a fából, fának. Meg egyet lerakunk a vázsnak. Szia Christmas! Szia Christmas! Most kaptad meg az értesítőt? Vagy most kelt fel? Vagy most kelt fel, igen. Nem és is, nem. Összeszerelő üzem egyik se? Egyik se. Na hát, mik vannak? Még az emberek mást is csinálnak ezen kívül. Én nem tudom, nem értek a pornóhoz. Egyes építőanyag. És... Ezeket egy kicsit távolabb rakom, mert hármat kell becsövezni. Nem biztos, hogy kell olyan messze, de megcsinálom így. Szerintem három üzem elég lesz rá most. Majd ha lesz helyünk, akkor maximum kötünk még, hogyha úgy érezzük. Na. Ez itt a vas. Ja, te töltöd egy cigit, Christmas. Csak játszottál, meg gyártottad a koporsó szeget a délutáni műszakra, értem. Ja. Most én is töltöttem magamnak cigit, úgy döntöttem. Van itt valami fajta dohányom, amit régen használtam, csak nem cívtam el. Na most... Én sem mindig szívtam a cigit, én is voltam, amikor töltikéztem, arra volt kedvem.
Az baja van már, hát az egyik oldalon meg tudja csinálni a rámpát, a másik oldalon meg nem. Kis kacsa fürdik a sütőmbe. Van Ugye annak, készen akinek... van a kacsa? Van annak, akinek van kacsája. Hát szereztem kacsát, izott kacsát. Szóval meg elszopogatom, tudod, az jó finom. Még a zsírja is jó, mert így legalább akkor kettő lovat ütöttem egy csapásra. Aztán lesz Donét szalámi meg sajt mostanában. Nem, most Donét grill cuccok vannak. Az mit jelent? Ilyen grillezhető csevapcsicsát kaptam. A kurva élet. De annyit, hogyha ide jönnél, akkor is azt mondanád, hogy ez mennyiség. Tehát, hogy ez olyan mennyiségbe jött, úgyhogy a héten... És mi az a csevapcsicsa? Meséld már, a csevapcsicsa az birka és marha darált hús összekeverve és fűszerezve törökösen. Az jó, az jó hangi. Az jó. Az jó, igen. És úgy döntöttem, hogy nem fogok szarozni, hanem lesütök egy ipari dózis, és bebaszom egy tába, és akkor tudom így nasizni. Mert hogy ez ilyen kis rudakban van. Aha. A filmnézés közben is el lehet szopogatni. Ajaj, de még mennyire, hogy miért fogy az a lakosság? Krisztmas meg marad a töltött paprikánál. Azt mondja, hogy tele van a település szeméttel. Várjál, mert nincs lerakónk. Rakjál le. Jó, mindjárt azért pont az a neve. Találom, hogy ide rakom a kikötő folytatást. Azt mondja, hogy ez a rampa dám... megépült? Igen. Jó. Apa kikötőt épít. Nem kicsit, ám de nagyot. A kibaszott nagyot kell. Itt meg már nem dámpolunk. Néztem, hogy elszállt a lakosságunk, minuszba ment, mert ellepte őket a szemét. Nem unatkoznak, mennek ott a teherautók. Volt itt egy kevés cucc, amit ide hordhattak. Ugye mi kiöntjük a tengert, itt még van hely, nem? Aha, bőven. Építőanyagunk persze egy deka nincs. Áramunk se nagyon. De az minek? Az áram mérált meg? Mert a szénbányászat az megkarcsúsodott ahhoz képest, amit mi itt csinálni. Mert nem tudod dumpolni, persze. Ja. És az első, hogy mivel a szenet az áram mellett bányásza, odahordja először. Nagyon király. Megnöveljük a széndampot viszont, azt is felupgrade-eljük. Azt a víztartályt is fel fogjuk upgrade-elni most már. Mondtam, le kell rakni szénégetőt is, basszus, hogy a fával is kezdjél már valamit, vagy azt mondtad, hogy csinálod azt a építőanyagot belőle, és akkor már nem lesz annyira izé. Csak jó van. Szénből lássuk ki a helyet. Mert a kettes építőanyagnak a receptje az annyi, hogy elektronika kell, ami réz meg gumi. És kétségeim vannak afelől, hogy egy darab gumigyára, hát mondjuk az olyan fullon van, mint az állat, jó lesz az. Tehát, hogy itt annyi a feladat, hogy lerakok egy raktárat. A piros a kimenet? Igen. Ide lerakunk egy raktárat, ami nem exportál, de importál gumit. Meg lerakunk egy másik raktárat, ami nem exportál, de importál koppert. Ja. Mert hogy a következő
amit gyártanunk kell az építőanyagokhoz, az elektromos áramkör, vagy mi a szösz. Nem is tudom, innen indítom talán. Ezt mondja, hogy odarakom. Off. És... hol van az elektromos áramkör? Itt alul. Ilyet. Nem tudom, egy három gyár kell arra is. Így van. Nem akarom túllőni, de nagyon alul se. Réz. Ó, hogy vezessem, hogy ne legyen útba. Így. Jó, annak ott mehet külön. Hogy? Na! Az bajod van neked is. Hogy? A fát úgyis telehordja magától. Mondjuk azért be lehet állítani, hogy ha már csak szállítmányozás van, akkor... Jó, hát az építőanyaggyártás, mint olyan, az odáig jut el, hogy egyes szintű építőanyag, áramkört is gyártunk, és akkor azt hiszem, azt ha összekraftolom, lesz kettes. A hármashoz meg majd még acél kell, tehát ez már nem olyan borzasztó, amit itt... Most sokkal kisebb helyen csinálom meg egyébként inkább. Tehát kevésbé pazaroljuk a szabad sík területet. És még ez sem a full optimalizált, hanem csak úgy megcsináljuk. Jó. Ja. Úgy de lelkes vagy, te fiú. Ja. Ez egy jó. Csinálnék-e? És utána, ha szenet kell szedni, azt innen kell bányásznunk valahonnan. Az is érdekes lesz. Hát az szép. Hello. Nagyon szépen köszönöm szépen, hogy hárman vagy. Köszi szépen a támogatást, Rokko. Köszi. Te voltál? Sziasztok. Én hát. Azt én mondom, hogy... Rokko. Hát, ott volt hozzá a név is. Há, Istenem. Hát jó, ez idő lesz, amíg felhúzzák. Tehát azért csináljuk, hogy utána legyen építőanyagunk, szóval... A Rokko még nekem is megvan. Ő például egy jól fizetett férfi pornosztár volt. Így van. A tífa. Így van. Azt szerettem a régi filmekben, hogy amikor voltak ezek a narrátorok, akár férfi, akár nő, akár gyerek, egy ember szinkronizálta az egészet, nem? Igen. Hát úgy volt régen a narrátoros filmek. Ja, hát meg persze, ne felejtsük el, hogy a jó angol tudás, meg a német, aztán valami hasonlót fordítottak, amit aztán nem is azt mondta, amit kellett volna, tudod? Ja, hát a jó, az a mai napig megvan egyébként ezek a hibák. Hát a mai napig megvannak azok a hibák, hogy a
a filmeknek a címét nem tudják leszinkronizálni, hogy pontosan mi a film címe, nem? Igen. Ide meg elhelyezünk egy krumpli földet. Megint nem oda kötöttem, ahova kellett volna. Nem baj. Csak láttam közben. A 18, rágyára? 18, nem, ja persze, megint szokás szerint, de 18 hónap, meg 19 hónapnyi kajánk van, az nem az igazi. Hát nem. Úgy. Rajta a világ szeme. Egyelőre az építőanyaggyártásban nem jeleskedünk, mert nincs betonunk. Hát nem. Nincs betonunk, beszarol, nincs betonunk. Hát veszek fából, ha ha ha! Tudsz. Ha-ha! Nyomom fából, érted? Most van beton. Ennyi. Le beton. És most le betonozok. Hát egy kicsit túl sok építés meg upgrade van kiadva, nem? Már dehogy. Mennyi helyünk van? Nem sok. De legalább épül az új kikötő is. Még a régi sincsen nagyon útban. Mondjuk azt nézem, hogy ez majd még upgrade-elhető. Ez a kikötő, és akkor négyféle terméket tud behozni. Hát, hadd szóljon, az is. Kemények vagyunk, csoki nyúl. Az biztos, hogy az magát a betont bele tudják hordani egy gázon. Így van. És mi történik, hogyha a beton elfogy, eladunk fát? Lehet menni fáért, ha adnak. Jó, hát nem unatkoznak az autóink, de egyelőre stabil az ellátás, azt mondja. Itt megy a területgyártás ezerrel. És a faírtás is egészen szépen halad. Igazából nem kell majd tier 2-es faírtó nekünk, úgy érzem. Hát lehet, hogy nem. A két faírtó, hogyha van a hely, ahova elhordják, akkor nagyon szépen csinálja. Hát igen, az az építőanyaggyártás, ezt lehet hamarabb is megcsinálhattuk volna. Itt most már csak összeszerelő üzemre van szükségünk egyébként. Olyan rég építettem valamit. Kettes építőanyag. Teherautók, választhatok már magatoknak egy kerülő utat. Nem nagyon hajlandóak. Kénytelenek lesznek, ha meghúzod a szallagot. Tuti. Jó.
egyes építő anyag, azt igazából ki is kéne raktáraznunk. Valahol.